Virágokkal és vörös zászlókkal emlékeztek Josif Sztálinra az orosz kommunista párt tagjai Moszkvában, a szovjet diktátor halálának 68. évfordulóján. A zsarnok testét 1953-ban bebalzsamozták és Lenin mellé fektették, 8 évvel később azonban áthelyezték a Kreml falánál a mauzóleum mellett kialakított kommunista temetőbe. A sírnál a kommunista párt elnöke Gennadij Zsiganov tartott beszédet. Lenin akaratereje és karaktere, valamint Sztálin reformjai alapvető fontosságúak voltak az ország egységesítéséhez, a szükséges változások eléréséhez, mondta. A párt első titkára egy moszkvai megemlékezésen hasonlóan éltette a diktátort. Sztálin egy alkotó ember volt. Ha az ország az általa kijelölt úton maradt volna, most még az elsők között is elsők lennénk, az egész világon, állította Valeri Rashkin. Sztálin nevéhez a Szovjetunió gyors iparosítása és a világháború megnyerése mellett az elnyomás rendszere és 10 milliók halála kötődik. Oroszországban ennek ellenére az egyik legnépszerűbb korábbi vezetőnek számít. A Levada Központ 2019-es felmérése szerint a lakosság 70%-a pozitívan ítéli meg Sztálin történelmi szerepét.